A választási autokráciákban és a spindiktatúrákban temérdek módszer van a választási eredmények látszólag demokratikus manipulálására, anélkül is, hogy valójában a szavazáson csalnának a nyertes oldalról, kezdve a sajtó leuralásától, az ellenfelek ellehetetlenítésén át, a választók kvázi megvesztegetéséig. Viszont ma nem ezekről lesz szó ebben a videóban, hanem arról, hogy miként lehet egy akár kis 40%-nyi szavazóból is teljesen szabályosan, törvényesen és legálisan 60%-nyi többséget kihozni egy kis kreatív szavazó körzetrajzolgatással. Sziasztok, én a Lirik vagyok, és nézzük meg, mit érdemes tudni a gerrymanderingről, azaz választókerület manipulációról. Szerintem, vágjunk is bele! Az elmúlt hónapokban többször is előkerült a téma, hogy tavaly év végén bő fél évvel az idei EU-parlamenti és önkormányzati választások előtt még gyorsan tekertek egyet a szabályokon és a választókerületeken is alakítottak itt-ott. Az utóbbi kapcsán arra hivatkoztak, hogy a választási törvényben foglaltak alapján a belügyminisztériumnak át kell adni minden választás előtt a Nemzeti Választási Irodának az adott területekre vonatkozó aktuális lakosságszámokat, aminek mentén aztán az iroda korrigálni tudja arányosan a mandátumszámokat. Szóval alapvetően az, hogy alakítottak a választókerületeken teljesen szabályos, és eddig is adott volt rá a lehetőség, sőt bizonyos esetekben ez még jó is lehetne. Egyébként a választási iroda jogi kötelezettségének megfelelően nyilvánosságra is hozta a változásokat, így nem kell senkinek túl sokat bogarásznia az internet eldugott sarkaiban. Szépen látszik, hogy 7 településen és 5 budapesti kerületben csökkent a kiosztható mandátum szám. Ami amúgy teljesen oké, okay, hiszen ha fogyunk, hát fogyunk, az pedig, hogy hány képviselő jut egy főre, nagyon szépen meg van határozva a törvényben. Ahogy az is rendben van, hogy például Nagyatádon, Celdömölkön vagy Csornán már csak szavazás lesz, egyéni nem, ugyanis ezeken a településeken tízezer alá esett a lakosság szám. Az is teljesen rendjén van, hát vagy rendjén lenne, hogy ezzel párhuzamosan átrajzoltak választókerületeket is, hiszen kevesebb emberre nem csak kevesebb képviselő jut, de kevesebb választókerület is. Ennek kapcsán a jó kérdés inkább a hogyanon van, hiszen itt már kicsit jobban el kell mélyedni az Amúgy az MVI oldalon nyilvánosan elérhető adatok közt összesen 40 településen nyúltak hozzá a határokhoz, és itt a törvény alapján arra kell figyelniük, hogy egy-egy kerületben a választásra jogosultak száma ne térjen el az összes kerület átlagától több mint 15%-kal. Azért az látszik, hogy ebben a szabályban van némi játéktér, de ez alapvetően arra szolgálna, hogy ne kelljen nagyon faramuci körzeteket meghatározni. Viszont ennek ellenére sikerült nagyon brutális körzeteket kialakítani a mostani választásokra. Korábban is voltak érdekes kerületek, mint például a parlamenti választásokon rendszeresen felfigyeltem a Budapest harmadik kerületében lévő megoldásra, ahol a kertes házas részeket valamilyen oknál fogva a második kerülethez csapták, és a panel házas részeket meg mindig is külön kezelték, de most lett egy új kedvencem. Az önkormányzati választásokon ugyanis az ötödik kerület, első, harmadik és negyedik választókerülete egy olyan gyönyörű romantikus összefonódást alkot, amit nagyon nehéz megmagyarázni. Ha az ember például beáll a Petőfi Sándor utcára a Pilvax köztől nem messze, akkor egy olyan csodálatos sarkot talál már, mint nem épületekből, hanem a választó körzetekből, ahol északra nézve az első körzetet látja, de fél utcával odébb már újra a negyediket, délnyugatra a harmadik körzet van, de picit messzebb már az első, keletre pedig a negyedik körzet után fél utcányira a harmadik van, aztán pedig a második, és ez az egész környék olyan, mintha valaki rettentő bénán próbált volna tetriszezni. Arról nem is beszélve, hogy a választás.hu-n ezek a térképek még nem igazán jók. Itt ott, mintha egy-két pontjuk félre csúszott volna, de valószínűleg ezt még majd javítani fogják. De hogy mégis miért érdekes ez az egész? Hát Azért, mert bár a fenti példával élve szépen látszik, hogy a választásra jogosultak száma sehol nem tér el 15%-nál többen az átlagtól, mégis míg például az első választókerületben 2357 fő volt a döntéshozás pillanatában, addig a hetedikben 2935 fő, ami az átlaktól való eltérés nézve csak mínusz 10 plusz 13 eltérés, összességében nézve már elég durva különbség. És ez a két legfontosabb elem játszik szerepet a választókörzet manipuláció kapcsán, avagy a gerrymanderingnél, ami viccesen Elbridge Gerry nevű politikusról és az angol salamandra szóból kapta a nevét, és ebből is jól látszik, hogy nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. A világ minden táján előkerül ez a téma, amikor az aktuális hatalom picit belenyúl a szavazókörzetekbe, de mi is ennek az egésznek a lényege? Hát az, hogy a demokráciában messze nem mindegy, hogyan számoljuk a szavazatokat. Ha például Magyarországon 1990 óta. Csak és kizárólag a listás szavazás lenne érvényben, ahol a nap végén azt nézik, hogy melyik párt hány szavazatot kapott, akkor meglepő eredményeket kapnánk. 90-ben például az MDF a listás szavazásnál kevesebb, mint 25%-ot kapott, mégis a parlamenti helyek. 42%-a az övé lett. 94-ben az MSP 32%-nyi listás szavazatból csinált, 54%-nyi helyet az országgyűlésben, a Fidesz pedig 2014-ben és 18 ban is kevesebb, mint 50%-ból hozott ki kétharmadot. Bár ez az összehasonlítás így nem teljesen korrekt, mert a magyar országgyűlési választási rendszer fontos részét képezi az egyéni választókerületes megoldás és a töredékszavazatok is, amik kapcsán az utóbbi választásokon már a nyertes kompenzáció is jelentős. No de vissza a Az egyszerű magyarázat miatt fogjunk egy fiktív választókerületet, aminek 50 szavazója van, 20 sárgák és 30 kékek. A település önkormányzatába 5 képviselőt lehet bejuttatni, így Öt körzetre bontják a szavazókat. Értelemszerűen az igazságos végeredmény az lenne, hogyha két sárga és három kék képviselőnk lenne, akkor megvalósulna az arányos képviselet. Ez a felosztás szerencsére több módon is történhet, viszont mi van, ha úgy osztjuk fel a körzeteket, hogy mindegyikben négy sárga és 6 kék választó kerül. A felosztás a ránézésre teljesen jó és arányos, mégis a végeredmény azt adja ki, hogy csak kék képviselőnk lesz. De úgy is tekerhetünk a képen, hogy két körzetben hatalmas többséget kapnak a kékek, a maradék hármat pedig könnyedén megnyerik a sárgák. Ebben az esetben 40% szavazót fog képviselni a képviselők, 60%-a. Arról pedig már ne is beszéljünk, mi történik, ha a sárgák közül majdnem mindenki elmegy szavazni, a kékek fele pedig inkább otthon marad, mert az már egy másik történet. Szóval ezekből a példákból szépen látszik, hogy nincs szükség semmi nagy hókusz-bókuszra, és a mindenkori hatalomnak nem kell kamu szavazatokkal mahinálni, nem kell csalószámláló biztosokkal okoskodni, mert ezekkel könnyű lenne a lebukás, és fordítva is elsülhetnének, míg alapos és megbízható közvéleménykutatásokkal, jól meghúzott választókerület határokkal, egészen könnyen kialakítható, olyan enyhén lejtős pálya, ami simán nyerhető egy akár enyhén vesztes választás is, és akkor az inkompetens ellenzék, a túltott propagandisták, meg az ingyen krumpli már csak biztos, ami biztos alapon kellenek. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, mert jövő héten találkozunk. Na, szevasztok! Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.